Akkor folytatnánk az előadásokat. És a következő téma akkor a pulmonális hipertónia és terhesség. Ez elég fontos téma, mert hát persze nyilván abban a korban lévő fiatal hölgyeket érinti elsősorban, akiknél ez szóba jön. Viszont a pulmonális hipertónia előszeretettel választja ki pont a fiatal nőbetegeket. Ez a leggyakoribb életkori és nembeli megjelenése, bár lehet idős férfi is, meg gyerek is, aki érintett. Tehát ez nem egy mellékes és nem egy kis kérdés. Az, hogy honnan van a tudományunk a különböző pulmonális hipertónia területeken, az a legfrissebb tudomány itt látszik, ez az európai ajánlás, amiben benne van a diagnosztika, benne van a kezelés, benne van minden, ez 4-5 évente megújul. Ez a, megkérném, hogy az ajtót esetleg csukjuk be, mert aki kin beszélget, az inkább kin maradjon. És ennek a 2015-ös ajánlásnak is hát egy elég hosszú fejezete, ami arról szól, hogy a terhesség és a fogamzásgátlás kérdésére mik a érvényes ajánlások, és mi az, amit kell komolyan venni és komolynak tekinteni. A legfontosabb az első sor, ami azt mondja, hogy továbbra is magas halálozási kockázattal jár. Tehát annak ellenére, hogy egy pár kedvező adatot be fogok mutatni, de ez az első dolog nem változott, és ez továbbra is érvényes, hogy aki pulmonális hipertóniás, annak javaslat szerint a terhesség nem ajánlható. Van az utóbbi időben javulás és több túlélő eset ismert. Akik inkább a terhességet túlélték, azok a jól kontrollált, jól beállított, ez azt jelenti, hogy nem csak panaszmentesek, hanem a vizsgálati eredmények is közel normális állapotot mutatnak a kezelés mellett. Illetőleg van egy kisebb csoport a pulmonális hipertónián belül, úgy hívjuk őket, hogy reagáló kalciumcsatorna blokkoló szerekre reagáló pulmonális hipertónia, ez legfeljebb 10%-a, vagy inkább 5%-a a pulmonális hipertóniás betegeknek. Akinek ilyenje van, az relatíve szerencsés, mert annak a lefolyása enyhébb. És akkor két, van egy európai, meg egy amerikai nagyobb vizsgálat, ami persze nem jelent olyan nagy számot, így se. 13 centrum 3 évig dolgozott össze Európában, és így sikerült 26 terhességet követniük. Ebből 3 meghalt, az volt 12%, egy beteg olyan súlyos szívelégtelenséget kapott, hogy azonnal transzplantálni kellett, és hát volt olyan szerencséje, hogy sikerült a transzplantáció, mert ugye az mindig azért egy lutri. Tehát ezt ha hozzáadjuk, akkor ez 16%-nak tekinthető. 8 abortus volt, ebből 2 spontán a pulmonális hipertóniás betegség miatt, és 6 művi, aki hát úgy döntött, hogy nem vállalja ezt a nagy kockázatot. 16 sikeres terhesség volt, ebből a 26-ból az 62%. Tehát nem arról van szó, hogy mindenki kötelező, hogy meghalljon, aki terhes lesz pulmonális hipertóniás. Érdemes azt a számot megjegyezni, hogy 5. Az 5% az általában az orvostudományban a határ arra, hogy ami e fölötti kockázatú, arra mi azt mondjuk, hogy magas. Tehát ha van egy, nem tudom, egy epe műtét, akinek a normális kockázattal az mondjuk 3%-os halálozás. Ha 8%-os halálozása van egy műtétnek, akkor mi azt mondjuk, hogy az sok. Nem azt jelenti, hogy soha nem szabad megcsinálni, de az egy nagyon komoly megfontolást igényel. 10-15% tulajdonképpen elfogadhatatlan. Akkor már nem nagyon éri meg hozzányúlni. Ez azért érdemes mondani, mert sok beteg azt hiszi, hogy 50-50. Hát az inkább úgy hívjuk, hogy kivégző osztag, vagy nem tudom milyen másfajta dolog, az nem egy orvosi ténykedés. Van egy amerikai vizsgálat, 5 centrumot vizsgáltak 10 éven keresztül, 18 terhesség volt ez alatt, 3 beteg halt meg, az körülbelül ugyanez a szám 17%. Korábbi adatok 30%-os halálozást mutattak. Tehát ahhoz képest, hogy a 30%-hoz képest a 17% és a legújabb adatok pedig még ettől egy kicsit alacsonyabbak, körülbelül 9% most a legjobb ilyen követéses betegcsoport. Ezek sokkal jobbak, mint a 30 volt, de azt, hogy elégedettek lennénk, vagy ne adj Isten, megváltozna az az álláspont, ami a legelső sorban van leírva, hogy nem javasolt a terhesség, erről nincsen szó. És avval zárul az ajánlás,
hogy mert a regisztereket folytatni kell, kellenek nagyobb betegszámok, mielőtt lazítani lehetne az ajánlásokat. Kitér ez az ajánlás a fogamzásgátlásra. Az óvszer, aminek hát a beteg számára nincs mellékhatása, de maga hatása, amiért használják, az bizonytalan, és korántsem 100%-os. A mai hormonális fogamzásgátlók közül, ami csak progeszteron tartalmaz, ezek jobbak, mert ezeknek az a keringési szervrendszerre való kártékony hatása, amit ilyen trombózis formájában szokott leginkább megjelenni, ezek nincsenek. Van olyan pulmonális hipertónia csoportba tartozó gyógyszer, ami a fogamzásgátlónak a hatékonyságát rontja, ezt is figyelembe kell venni. Léteznek hormontartalmas spirálok, ezek önmagában hatékonyak, de esetleg az értónus csökkentő mellékhatása lehet. Mi a javaslat akkor, hogyha egy pulmonális hipertóniás beteg terhes lesz? Az első dolog, hogy a pakcentrumot értesíteni kell. És itt kaphat olyan felvilágosítást, aminek alapján a beteg végül is dönteni fog. Azt, hogy a beteg mit választ, azt nem az orvos dönti el, se nem a szülész, se nem a pulmonális hipertóniás kezelőorvos, de hogy ő neki milyen kockázatot, hogy így mondjam, éri meg, magyarul akar-e, vagy elvállalja-e azt is, hogy akár belehal ebbe a terhességbe, ezt azért hát mindenkinek komolyan mérlegelni kell, és ezek nem kis számok. Hogyha a beteg ennek a felvilágosításnak az eredményeként úgy dönt, hogy nem vállalja, akkor hát az abortusz az egyedüli megoldás. Ha a szülést választja, akkor viszont egy nagyon komoly szervező munkát igényel, amiben benne vannak a kiválasztott szülész, aki már látott ilyet, a pakcentrum, ahol a beteget kezelik, és olyan intenzív osztály, ahol azért föl vannak készülve arra, hogy esetleg ez a beteg sokkal rosszabb állapotba kerül. Az, amit érdemes tudni, hogy a szokásostal ellentétben nem akkor vannak a betegek a legnagyobb veszélyben, amikor a terhesség vége felé vannak. Mert a legtöbb szívbetegség akkor okozza a legnagyobb terhelést, mondjuk egy billentyűbetegség, amikor a 9. hónap közelében van, és érthető módon a nagy hasi térfogat fölnyomja a rekeszt, rossz helyzetben van a szív, és mindenféle szempontból akkor sok szövődmény van. De a pulmonális hipertóniának van egy ilyen speciális, hormonális, egyébként jól tisztázott oka, hogy miért körülbelül egy héttel, 10 nappal a szülés után van a legnagyobb veszély. Tehát sokszor ugye megszülik a gyermeket viszonylag szövődménymentesen, és egy hét múlva az anya meghal. Hát sok irodalom foglalkozik vele. Van egy ilyen úgynevezett módosított kockázati táblázat, ami direkt a szívbetegségről és terhességről szól. Lang professzornőnek a cikkét idéztem, aminek ugye 1-es, 2-es, 3-as, 4-es kockázatba sorolja be a különböző szívbetegségeket. Itt teli van mindenfajta szívbetegséggel ezek a apróbetűs meg angolul írt dolgok, ami nem is érdekes, ritmuszavarok, veleszületett bajok és billentyűbetegségek, de a legsúlyosabbnak legelől a pulmonális hipertóniát írja. Tehát azon belül, hogy szívbetegség és terhesség, azt kell mondani, hogy a pulmonális hipertónia van legelől, mert annak a legkevésbé megfogható és nagyon nagy a kockázata. Van egy amerikai cikk, ami teljesen friss 2019-ből, ami összehasonlít 2010 és 2016 közötti 6 évnek a adatait. Itt 2010, 11, 12, 16 ezek a különböző oszlopok, és aki hát kíváncsi a számokra, nyilván másképp kell fölnagyítani, de el lehet olvasni, hogy a különböző paraméterek hogy változtak ez alatt a 6 év alatt. És ami a lényeg, hogy a betegek egyre idősebbek, mert mindenféle okok miatt, ez Magyarországon is így van, és Amerikában is, akik szülnek, egyre több krónikus beteg van a szülőnök között, ez összefügg persze az életkorral, tehát nyilván ha 40 éves korban szülnek átlagban a nők, akkor sokkal több betegségük van, mint ha 20-ba. És a halálozást a kardiológiai okok vezetik. Úgyhogy ezek mondjuk elég jó minőségű adatok, és ezekből ki lehet indulni. A szülés körüli kardiológiai szövődmények 1000 szülésre, a legfelső grafikon az azt mutatja, hogy az összes szövődmény hogy néz ki. Talán itt 2015-ben volt egy emelkedés, de körülbelül 6 ilyen súlyos szövődmény 1000 szülésre érvényes. Ebből a ritmus zavarok vezettek a részletes bontás szerint.
ami itt lecsökkent az utóbbi másfél-két évben, és a zölddel van jelölve a pulmonális szívbetegségeknek a csoportja, ami tulajdonképpen az első helyre fölmászott. Tehát a legutóbbi időben azt lehet mondani, hogy ez a tüdőkeringési betegség talán, hát a további tendenciát nem tudjuk, talán átveszi a vezető szerepet. Hogyha egyben nézzük ezt a 6 évet, akkor természetesen ez a zöld csoport az nem dominál, csak a legutolsó évben. Szám szerint is meg lehet ugyanezt nézni, tehát ez a 2010-14, 14-15, 15-16 között itt vannak az évenkénti változások, amikor nagyon meredeken változott, akkor ott van egy ilyen nagyon nagy szorzószám, de összességében egy nagyon komoly emelkedés lehet ebbe megfigyelni. Ha a betegnek szövődmény miatt kórházba került, akkor a szövődményes halálozás, ami a pulmonális hipertóniánál itt látható, ez a leggyakoribb a ritmuszavar és különböző szívmegállások, de ez a különböző 0,1% pulmonális hipertóniánál is itt kimutatható és tetten érhető. Érdekes ez a kis grafikon, ami nemenként és évenként mutatja 2001-től 2010-ig, hogy a pulmonális hipertóniának mi a szerepe a halálozásban, és nem meglepő módon a nők lepipálják a férfiakat, és ez pont a terhesség és pont a szülés miatti veszélyeket mutatja, tehát itt a két nem között van egy elég jelentős különbség. Na most az az emelkedés, amit látunk, hogy itt úgy néz ki, hogy egyre több pulmonális hipertóniás szövődmény van, az összefügg azzal, hogy sokkal több beteget találunk meg az utóbbi években. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a betegségnek a halálozása nőtt volna, hanem az ellenkezőleg javult, de hogyha azt mondjuk, hogy 1000 vagy 100 000, mindegy, hogy milyen számra jutó pulmonális hipertóniás szövődmény azért több, mert sokkal több pulmonális hipertóniás betegről tudjuk, hogy létezik, és ilyen baja van. Szemben 10 évvel ezelőtt, amikor nyilván ugyanannyi volt, csak más diagnózisokkal futottak. Tehát a halálozás így nő, 5,5-től 6,5-re, több nőt érint. A terhességben a pulmonális hipertónia halálozása, hát ez a szélső pont, mert olyan cikk is volt, ahol 56%-ot írtak le, de ezek hát helyi adatok, valamelyik kórháznak a adata. Összességében mondjuk a 30 volt jellemző korábban. A terhes pulmonális hipertóniás betegek száma nő, mint hogy a pulmonális hipertónia is nő. És ahogy mondtam, ezt a fajta döntést, hogy végül is bevállalja-e, ez teljesen egyedi. És nyilván egész másképp néz ki, aki mindenféle módon évekig arra készült, hogy valahogy anya lehessen, mint akinek mondjuk már 3 gyerek után derül ki, hogy pulmonális hipertóniás, nyilván a döntést az befolyásolni fogja, hogy mit fog csinálni. Terhességben a keringési vértérfogat kb. 40-50%-kal megnő, ami persze megterheli a szívet, és ennek megfelelően a szív elégtelenség a leggyakoribb oka a halálozásnak. Kórházban nagyon gyakran kerülnek az ilyen hölgyek. Ez egy friss tanulmány, ami 16%-os halálozást ír le. A túlélőknek 80%-a romlott, és 50% pedig kiegészítő kezelést igényelt. Tehát ez egy nagyon nagy odafigyelést igénylő, és tényleg rengeteg ága-buga van. Vannak olyan gyógyszerek, amik terhességben is adhatók. Korábban ez nem volt egyértelmű, mert ugye van egy persze táblázat minden gyógyszerre, hogy mit szól a terhes anya, meg mit szól a magzat ahhoz a gyógyszerhez. És ilyen módon sok gyógyszer úgy van tiltólistán, hogy nincs igazolva, hogy kártékony a magzatra, de nincs igazolva az, hogy biztonságos. Tehát inkább akkor ilyenkor ráteszik abba a csoportba, ami azt mondja, hogy ne szedje. Amit a józan ész is mond, hogy egy terhes anya lehet, hogy ne szedjen semmit. Na most ennek megfelelően a pulmonális hipertónia gyógyszerek is rajta voltak ezenben a táblázatban a nem javasoltak között, de hát ahogy nő a terhes pulmonális hipertóniások száma, erről a típusú gyógyszerről kiderült, hogy biztonságos, és a prostaglandin meg még inkább, mert az meg ugye mindenkibe van. A prostaglandin egy természetes anyag, csak hát pótolják ilyenkor elég nagy mennyiségben. Van olyan pulmonális hipertónia gyógyszer, ami nem javasolt, mert tudjuk, hogy árt a magzatnak. Gyakorlott központba kell menni. A 50%-ban a betegeknek kórházba kellett menni, a gondozás során a harmadik harmadában a terhességnek, tehát a végén havonta kell szívultrahang, laborvizsgálat és járásterhelés, ha bármilyen szívelégtelenség jelek vannak, kórházba kell kerülni. Maga a szülés
sokkal nagyobb odafigyelést igényel, mint egyébként. Nyomásmérés kellhet katéterrel, oxigénmérés, vérnyomásmérés. Maga a préselés, ami persze hát a szülésnek a velejárója, az önmagában negatív hatással van a tüdőkeringésre, és a nagyvérköri vérnyomást katasztrofálisan csökkentheti. Tehát ennek a kihagyása ugye persze a császármetszést erősíti, gerincvelő érzéstelenítés javasolt, az ideális szülési út nem tisztázott, de legtöbbször a császármetszés az, amit mégiscsak, mert ugye az programozható, az, amit mondtam, hogy ugye különböző tímeknek kell együtt lenni, az nagyon nehéz a spontán szülés idejére hajnali fél ötre megszervezni, hogy a legjobb szakemberek ott legyenek. Ha viszont a császármetszés tervezett a megfelelő érett baba esetén, akkor ez sokkal nagyobb biztonságot fog jelenteni. Legalább egy hétig a szülés után monitorozás, és nagyon gyakran visszhajtóra van szükség. Végül néhány saját esetet itt csak vázlatosan megmondanék. Ugye az első, akivel találkoztunk, az egy kínai hölgy volt, aki tudta, hogy pulmonális hipertóniás, ott Kínában diagnosztizálták, hát kezelés nem kapott rá, nem is volt talán még gyógyszer. Amikor udvarlója volt, akkor megmondta neki, hogy ő pulmonális hipertóniás, egyébként teljesen csinos volt, és semmiféle tünete nem volt, és elmentek együtt az ottani pulmonális hipertóniás doktorhoz, hogy ne legyen zsákba macska, vagy ne verje át a férjjelöltet, és azt mondta, nem probléma, nyugodtan szülhet, és majd mi megoldjuk. És ennek tudatában volt az esküvő, ennek tudatában lett a terhessége. Budapesten valami üzleti dolgokkal foglalkozott, úgyhogy itt élt, és amikor 9. hónapos, vagy 8. hónapos korában, akkor keresett meg, addig nem volt semmi orvosnál. Hogy akkor ő kéri azt a kezelést, amit Kínában neki megígértek, és amivel a szülés nem probléma. Mire mondtam, hogy ez nem annyira egyszerű, és azért ilyen kezelés mi nem tudunk, amivel a szülés nem probléma. Erre 8. hónaposként fölült a repülőre, és visszarepült Kínába, hogy akkor ott a doktor, aki ígérte, akkor az szépen, hát akkor segítsen rajta, hát meg is szült a babát, és szépen meg is halt. Úgyhogy ez egy ilyen rémtörténet volt. A sikeres eseteink közül volt egy olyan, akinek vazoreaktív pulmonális hipertóniája volt, tehát ebbe a szerencsés csoportba tartozott. Többször ellenőriztük, többször katétereztük, szövődménymentes volt a terhesség és szülés, nagyon szépen sikerült minden, és ma is boldog édesanya. Volt egy terhesség végén felfedezett pulmonális hipertónia, amikor császármetszésre szorult a hölgy, intenzív osztályon kezelték, tulajdonképpen kisebb szövődmények voltak, és ez is egy abszolút happy end, és jól sikerült. Egy másik esetben már a szülés után fedeztük fel közvetlenül napokkal a szülés után a pulmonális hipertóniát, intenzív osztályos kezelés, meg azóta is hát sokfajta kezelésre volt szükség, de jól van. Egy pulmonális hipertóniásnál császármetszés volt, keringés támogatási igénye volt, ez is sikeres volt és szövődménymentes volt, és egy betegnél volt egy ilyen béranya program, amit nagyon szeretett volna, mert tudta, hogy nem szülhet. Ennek megfelelően egy kicsit ennek utána olvastuk meg, beszéltünk, ugye Magyarországon ezt törvény tiltja, ő talált olyan országot, ahol ezt állítólag engedik, de ugye ez egy borzasztó komoly hormonális injekciókkal járó módszer arra, hogy ilyen peteseit nyerés legyen. Hasonlóan egyébként a tervéketlen párokhoz, csak itt abból a célból, hogy akkor mégis a saját gyerekét valaki majd megszüli neki egy beültetés után, amire minden pulmonális hipertónia központ Nyugat-Európában, akikkel beszéltem, azt mondták, hogy ez nagyon-nagyon rizikós és veszélyes. Úgyhogy nem voltunk olyan lelkesek, amellett a törvény is tiltja, de hát aztán sajnálatosan annyit romlott az illető állapota, hogy az egészet ez lekerült a napi rendről, és transzplantáció lett. Összefoglalóként annyit mondhatok, hogy pulmonális hipertóniában a terhesség továbbra is magas kockázatú és nem javasolt. A terhesség kapcsán jelenleg a korábbi 30-9%-ra csökkent az anyai halálozás. Az alacsony kockázatú betegeknél a terhességi kockázat is kisebb, és a regiszter adatoknak a szaporodása pedig azért örömteli, mert egyre tisztább képe lesz a világnak abból, hogy valós életben mi történik. Köszönöm szépen a figyelmet! Van-e valakinek kérdése?
kérdés az volt, hogy a születendő gyerekre van-e valami hatása ennek a betegségnek. A válasz az, hogy lehet. Tehát az idiopátiás, a típusos pulmonális hipertóniás csoport, amikor nincs az illetőnek semmi más baja, egyetlen egy betegsége van, ami persze elég súlyos, ami a pulmonális hipertónia, emögött elég gyakran vannak genetikai okok. És az is nem ritka, hogy kiderül, hogy a családban vannak vagy igazolt, vagy gyanús esetek, akiknek lehetett pulmonális hipertóniája. De ez azért nem biztos, ez egy alcsoportja ennek. Ilyen módon ezt nem lehet teljesen kizárni, hogyha valakinek egy ilyen betegsége van, és egy gyereket vállal, akkor a gyerek egészséges lesz, vagy nem lesz. Úgyhogy, és erre nagyon a genetikus se fog tudni. Hát vannak olyan génvizsgálatok, ezek Magyarországon még nincsenek bevezetve, amik talán egy kicsit ebbe segítenek, de ez nem teljesen 100%-osan fedi le. Tehát ha kimutatják azt a gént, még nem biztos, hogy a gyerek megkapja, az esély ott fog lebegni. Tehát ez is a felelősség szempontjából azért egy szempont, amikor valaki ebbe gondolkodik. Igen, nemmel nem lehet válaszolni rá. Egyéb kérdés? Tessék, parancsolni. Köszönjük szépen. Most nem csak ilyen álszerénységből utasítom ezt vissza, hanem azért tőlünk nagyobb erők döntik el, hogy ki él és ki hal. Tehát ez így ilyen, ugye csináljuk azt, amit tudunk, ez a diagnosztikára is érvényes, meg a kezelésre. Hál' Istennek itt tényleg komoly javulások és fejlődések voltak a gyógyszeres hozzáférésekben az utóbbi időkben, és ennek nagyon sokan hát, köszönetet mondanak, az se, a dolog alakul, így kell mondani, és fordítva is lehet mondani, hogyha most valaki meghal, akkor nem lehet azt mondani, hogy az biztos, hogy vagy a beteg, vagy a kezelőorvos ott hibázott. Ez egy elég szűk mesdje, amin jár mindenki, és hát reméljük, hogy azért nem csúszunk le. Egyéb kérdés? Igen. Igen. Tehát vannak olyan családok, ahol közeli vérrokonok, mint pulmonális hipertóniások. Ehhez nem kell nagy genetikai tudás, hogy azt mondjuk, hogy itt bizony van örökletes dolog, csak meg kell találni. És ugye ma ezek sokkal olcsóbbak, meg hozzáférhetőbbek ezek a genetikai vizsgálatok. Régen, nem tudom, fél évig dolgozott az USA legnagyobb számítógépe, hogy valahogy egy beteget megnézzenek, ma pedig be lehet fizetni az interneten, nem tudom, 30 ezer forint, és csinálnak genetikai térképet. Tehát itt drámai különbség van. Ezeknél a családoknál sok-sok ugye, ilyen genetikai eltérést keresnek. Van kb. 3 olyan gén eltérés, ami valamilyen százalékba passzol a pulmonális hipertóniás örökletes formához. Van egy ilyen BMPR2 gén, az a leggyakoribb, van egy ALK gén, meg van egy harmadik, amik, de aztán ezen kívül van még sok száz, aminél mind szóba jöhet. De vannak olyan családok, akiknél ez a gén kimutatható, és senkinek nincs pulmonális hipertóniája. Tehát erre mondom, hogy ez nem 100%-os, mert véletlenszerűen találnak, mert ilyenekből, hogy valaki befizet és kíváncsi, és akkor kiderülnek, hogy hú, milyen eltérés van, és akkor kezdik nézni, hogy hol a betegség, mert a géneltérés itt van, és nincs. Hát nem komplett még a tudásunk, azt kell mondani. És akkor itt még meg kell említeni egy nagyon komplikált kérdést, hogyha valaki, mondjuk van egy anya, pulmonális hipertóniás, van két lánya, az egyik lánya pulmonális hipertóniás, és akkor azt mondjuk a másik lánynak, vagy a másik lány kitalálja, hogy na, kíváncsi vagyok, hogy velem mi van. És elmennek egy ilyen vizsgálatra, és mondjuk neki is van egy ilyen genetikai eltérése. Akkor mi a következő lépés? Mert akkor jó eséllyel egy embernek az életét sikerült tönkretenni, mert az hogy fog élni mostantól kezdve, hogy bármikor majd nekem is elő fog jönni ez a betegségem. Egyáltalán biztos, nincs, nem tudunk ellene különösebben semmit tenni, hát egy kicsit mondjuk szorosabban lehet figyelni, de az az életmód, hogy valaki folyamatosan fölmegy a lépcsőn, egyet fújtlad, és mindjárt azt mondja, hogy holnap meghalok,
ez azért nem egészen könnyű, és nem... Szóval itt egy csomó etikai megfontolás van, ami nem mind pártolja azt, hogy most akkor a genetikai vizsgálatokat nyomni kell. Nyilván el fog jönni az idő, és Magyarországon is így lesz, és viszonylag olcsó, és biztos, hogy meg érdekes, meg szóval talán ebből valami fejlesztés lesz. Ugye a genetikai elvű kezelés az jönni fog. Biztos, hogy itt is. Vannak olyan kutatások ma is, és lehet, hogy ezek a gyógyszerek mind elmennek a süllyesztőben nem sokára, és akkor jönnek olyan gyógyszerek, amik egy kicsit mélyebb alapon fogják ezt a betegséget gyógyítani. De hát ezt nem tudom, hogy így lesz-e, nem tudom, hogy mikor lesz. Egyelőre még ez csak egy ilyen nagyon távlati dolog, és akkor majd a következő előadásban kíváncsi vagyok, hogy mit fog a kolléganő mondani, hogy ő ezt hogy fogja finanszírozni. De hát ezt várjuk ki. Ez majd, majd az ő problémája. Egyelőre még itt a terhességnél van-e valakinek kérdése? Igen. Pulmonális hipertóniáról beszélünk? Hát a tervezett terhességre azt kell mondani, hogy az nem javasolt. Tehát úgy, hogy most elmegy az orvoshoz, hát joga van, tehát ugye az nem törvénytelen dolog, de úgy, hogy elmenni a kivéve, hogyha ilyen nagyon alacsony kockázatú beteg az illető, az mondjuk egy más kategória talán, de az átlagos pulmonális hipertóniásnál ez így nem annyira. Hogyha mégis azt mondja, mert megteheti, hogy akkor ő gyermeket akar vállalni, akkor hát ez az endoteli receptorgátló gyógyszereket mindenképpen azt le kell váltani és cserélni kell. Ugye az, hogy a magzat károsító hatása az mindig a terhesség legelején a legnagyobb, és ezekről tudjuk, hogy úgy van. Tehát az biztos, hogy még a nagyon sejtosztodó fázisban ilyet szedni nem javasolt, akkor át kell térni talán másik gyógyszernek erősebb formájára, vagy valahogy. De hát ez egy hazárdjáték, szóval ez nem annyira. Szóval lehet bekötött szemmel az autópályán végigmenni, vagy keresztbe menni, és túl lehet élni, de ezt azért úgy jól mérlegelni kell. Igen. Erre vannak külön ajánlás. Igen. Hát a kockázat mindenképpen gyakorlatilag minden műtétnél magasabb, mintha nem lenne pulmonális hipertóniája. Tehát ezt tudomásul kell venni a sebésznek, az anesteziológusnak, a betegnek. Ebből nem tudunk kibújni. Most ha lehet időt adni, akkor hogyha ez elő van készítve a beteg és a gyógyszerek és mindenféle szempontból, akkor jobbak az esélyek. A műtéti módra is van ajánlás, az altatásra is van, hogy milyen műtét esetében, hogy érdemes. Én azt kell mondanom, hogy a saját beteganyagoknál egész jók a tapasztalatok. Tehát, hogy egy rendesen beállított beteg egyszer csak bekerül egy vakbél gyulladással valahova, nem is olyan nagyon foglalkoznak a pulmonális hipertóniájával, rips-rops, műtét, kinyitják, becsukják, bevarják, intenzív, megy haza. És nincs rosszabb sorsa, mint anélkül. Tehát nagyon általában jól bírják. Voltak tervezett műtétek, nem tudom, csípőműtétre ment betegünk. Hát nem olyan könnyű meggyőzni a kollégákat se, hogy ennek az életminősége, ennek a betegnek annyira rossz, olyan fájdalmai vannak, ez így neki még akkor is, hogyha nem fog sikerülni, bevállalja. És azért hát meg lehet operálni, kell egy jó sebész, aki nem pepecsel, hanem tudja, hogy mit hova gyorsan. Ugye kell egy jó anesteziológus, be kell állítani a gyógyszereket, hát azért sok mindent kibírnak az emberek. Csak úgy nem okos dolog azért, hogyha valaki utólag azt mondja, hogy erről nem volt szó. Mert azért olyan is előfordulhat, hogy ő ezt így nem tudta. Hát azt úgy nem szeretjük, mert végül is hát a beteg viszi a vásárra a bőrét, az övé is a nyereség valahol. Tessék, én még rögtön el is szeretnék mondani, hogy a hölgynek, illetve a többi asszonynak, vagy hölgynek, hogy tudom, hogy az anyaság az egyik legfontosabb dolog, valami legfontosabb, hogy nőnek az életében, de mi átértük ezt, és ha tegyük fel, és legyen mindenkinek az, hogy meg is tudta szülni a gyereket, életben alatt a gyermek, életben alatt az anya is, utána is, tehát ezzel a betegséggel fölnevelni a gyereket és gondoskodni róla, az még egy nagyon nehéz dolog.
és ezt higgyék el, hogy én ezt tudom, tapasztalom. A mai napig 8 éves már a gyermek, de még mindig nehéz ugye az ellátása anyai részről, és én hát attól függetlenül tisztában azzal, hogy ez a legfontosabb egy nőnek az életében a gyermekszülés. Én nagyon-nagyon megfontolom minden anya helyével, hogy vállalja ezt. És ezt furcsa, hogy férfiként mondom, de higgyék el, hogy tudom, hogy miről beszélek. Köszönöm szépen a kérdéseket, és akkor folytatnánk az előadásokat.